Opa, 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 opa. Bologet, mint ennyi vedék. Balta kétük az átkocsát. Na mi van? Beorpadt a vidibád? Orosz acél, eddig bírta. Na hát sziasztok srácok, Sándor Zofika voltam Nevel, és a Chili 2 upgrade-et kapott. Nem mondom azt, hogy buffolták, nem mondom azt, hogy nerfelték, átdolgozták. Ugyanis ugye ez nagyon jó táros Type 1-es ágyóhoz, nagyon jó Type 4-es GO gránáttal. Gorázdálkodtunk idáig. Amíg igencsak vásatoros fél a fajta gránát, 137 mm-t üt, mondja kezdő átütése neki. 5-0-as BR-ben van a tank, tehát ilyen 5.7-6-0 ellen megy, legtöbbször, 99%-ban. Az volt a legond idáig, hogy ugye rendben, hogy 3 lövést tud, egy tár volt, de a harmadikra szinte soha nincs szükség, vagy extrém ritkán van csak rá szükség, és ezt mindig el kellett lőnünk valahol a fasorba, hogy tudjon tölteni, avagy tárat cserélni. És a tárcserélnünk az 20 másodperc fölött volt, hát bőven. És akkor most ehhez megkaptuk ezt a tárcserélőt 16,4 másodperccel, és nem kell itt ugrálni, hogy előjük a harmadik gránát, tehát meg kettő gránát van benne. Na így már használhatóbb. Valamennyire lehet, hogy a páncélját is buffolták neki, mert jobban pattanak róla a gránátok legalábbis szintjébe, ezt megint csak észrevettem. Tehát ez a lényeg, hogy átdolgozták az ágyút, átdolgozták a tárat, a töltési rendszerét. Úgyhogy gyönyörű cseresznyevirágos Chili 2-esünk kell, szerintem csapassunk is egy körte a lisztükbe, aztán nézzük meg, hogy festenek a dolgok most így. Jelenleg 1.73.1.122 patchben. Amúgy természetesen rendelkezik a Chili 2 egy teljes értékű bezutó videóval, de azok elmondok most már egy másként értelmezendőek. Abban a patchben még ugye hosszú reload, timebot, hosszú tárcserélő 3 lőszerrel, most nézzük meg, hogy mit tud az új Chili. Na hát tisztán nyugodtra spawnoltunk be. Nagyon nagy. Ugye 5 óvás a tank sajnos, ezért ezt a 5.760 réteget szokta kapni, és mivel most már elég dobálja a németeket is olykor, az a pármuk egyes család minden tagát rendbetette bezárólag. Ami hát nem valami nagy móka. Nyomjuk is az artit, mintha nem nyomtak volna már rájuk hárman legalább. Hát, ha mi is hitelünk egy kicsit ugye. Szerintem itt már jobban lőnek, miket tudtak volna. Jó, hogy csak egy Sherman volt, azt meg kifingották a fiúk, úgyhogy... Nem banyomassuk a flank támadást. Target damage, artival. Kedni, és akkor hátra oldalba tudnánk itt nyomni valamit. Csak az a baj, ez már a veszélyzóna, mert a csisnyás volt jobbra kint. Illene, hogy legyen ellenség. Finomat szóval, illene. Egy 27 mm átütés kevés volt neki.
Legalább látjátok a töltést akcióban, hogy azért most már vállalható. Japánoknak. De hát a méret.
Igen, ez most egy olyan helyzet, ami érdekes, hogy jól tölt a tárcseréidőnk, nem rossz az a töltés rendszer így, ahogy most van, de a három lőszerre van a tárba, most az egyszer jól. Csak hát ilyen van ritkább. Utána most nagyon sokáig több mint 20 másodperc szögét a napokban. Na ezt nem vágom ki, ezt bent hagyom az esetet, mert itt volt benne a T34-es. Most nem biztos, hogy elején volt a töltésrendszernek a változtatása, úgyhogy menjünk még egy homebrew-ra. Na, frozen pass.
Az, mint a mozgás lett volna, ott valami mocvargott szerintem. A truppanós, csak az a baj, hogy egyik se volt faváros, aminek furcsálok. Érdekel a Hartit, meg próbált a csapattól, de hát szóval ez. M4A176V-től ennyi volt. Hadd ki a gyerekek. És nem légvédelmiekből, mert nem spawn campből, úgyhogy azért szerintem demonstráltuk azt, hogy milyen a Chili 2-es. Remélem, hogy élveztétek, fiúk. Köszönöm, hogy velem vagytok, sziasztok!